Kedves nézőink, talán emlékeznek, többször volt alkalmam beszélgetni a Kazán István Kamara Színház vezetőivel, akiket persze nagy szeretettel köszöntök, Kriszt László rendezőt, és Rosenfeld Dániel kulturális menedzsert ebben az esetben. Jó reggelt kívánok, szervusztok! Jó reggelt! És minden alkalommal beszéltünk arról, hogy a Kazán István Kamara Színház hogy tud följebb lépni egyel. Tehát, hogy ott játszottatok a fészekben, meg ahova meghívtak titeket, de hogy egy nagyobb lépést is lehetne tenni, és tadám, megtörtént. Nemzeti Színház. Hogyan, és miként, és mivel? Ki kezdi? Kezdem én. Hát ugye a menedzser úrnak, Dánielnek köszönhető, hogy felvette a kapcsolatot a Nemzeti Színházzal. Apropóját adta ugye a 2024 a holokauszt 80 emlékév, igazgatóral többször egyeztettek, és a Nemzeti Színház vezetősége úgy döntött, hogy május 16-án 18 órai kezdéssel a Kaszás Attila teremben bemutatásra kerül Sárdi Mária Kislánya pokolban, holokauszt monodráma. Így történt ez a felvezetése. És teljes mértékben a ti produkciótok, a ti színészeitek játsszák a darabot, ugye? Hogyne, ez teljes mértékben így van, ahogy mondod. Negyedik szereposztás, Gunyec Anna színésznő testesíti meg Sárdi Máriát. Ugye előtte játszott a Dombrádi Alina, illetve Budai Tünde, és a harmadik személy pedig... Szabó Eszter. Csak hogy megosszuk itt a szereposztást. És igen, tehát nekünk ez egy vendég szereplés, és egy megtiszteltetés azon mind a két részről, mert ez lesz az első ilyen alkalom, hogy a Nemzeti Színházban, Magyarország Nemzeti Színházában egy holokauszt témájú előadás bemutatásra kerül, és azt gondolom, hogy ez mind zsidók és mind nem zsidók részére egyaránt nagyon fontos, mert egy teljesen más aspektusból mutatja be a holokausztot, és egy emberen keresztül, egy kisanyon keresztül a 6 millió, és azon belül pedig a 600 ezer magyarországi eldeportált mártírnak az emlékét. Tehát május 16-a, ez, és 7 óra? 18 óra. 6 óra. 6 órás kezdettel Nemzeti Színház Kaszás Attila termében, jegyeket a színház értékesíti. Igen. Jó. Ez mind nagyon szép és jó. De mi lesz még ezen kívül? Mondjuk az elkövetkezendő 4-5 hónapban. Hát most készülünk, ugye van egy, több zsidó témájú darabunk van, de egy másik holokausz monodrámával készülünk, Auschwitz-i napló, ez a cím, ez Tadeusz Borowski írta a Kővirágok című novellás kötetében, Kovács Molnár József fogja játszani a főszerepet, most Dániel által szervezés alatt van, hogy melyik zsinagógákban, hol és mikor fogjuk bemutatni, tehát a kérdésre ez a válasz. Azt mondd meg nekem, kedves Dani, hogy ez például akár hogyan születik meg a te fejedben az, hogy most a Nemzeti Színház legyen, vagy most ugye ezt az új darabot, az Auschwitz-i naplót, merre, miként kell bemutatni, és te, mint kulturális menedzser, hogyan tudod megszervezni, hogy kilépjetek Budapestről, mert ez is egy nagyon fontos történet. Ahogy szoktam mondani, a rendező úr is, ugye mindenhez kell fegyver, paripa és pénz is. És ugye a legutolsó az, amiből a legkevesebb van nekünk. Hát ez így szokott lenni. Ó, az a legkevesebb. Viszont pozitívak vagyunk és optimisták. És azt gondolom, hogy igen, nem csak az életet álmodni kell, hanem az álmokat meg kell élni. És ahogy Herzl Tivadar szokta mondani, hogy ugye nem csak álom, ha akarjátok, nem csak álom, vagy nem csak mese. És mi igenis, ahogy szerettünk volna, és reményeink szerint majd a jövőben bejutunk a színházi olimpiára is, úgy szerettük volna végre a Nemzeti Színházba is előadni ezt a darabot, illetve hát Vidnyánszky urat meghívni a mi előadásainkra, de annyira nagy bizalmat szavazott nekünk, hogy azt mondta, hogy vigyük oda ezt a darabot, és azt gondolom, ez a legméltóbb lehetőség így a holokauszt 80 keretén belül. Illetve nekünk ugye egy missziónk
az, hogy ne csak Pesten, hanem határon túl is, és vidéki helyekre is levigyük a darabjainkat. Nyilván a darabjaink a repertoár között nem csak holokauszt témájú, nem csak zsidó, hanem keresztény tematikájú előadásaink is vannak. És vannak olyan darabok is, amikkel jókat lehet derülni, és azért ezt is szögezzük le. Azt az egyet nem tudom, te egy régi színházi szakember vagy, tehát azért nem ma kezdted a pályát, hogy hogyan tudjuk azt elérni, hogy ne csak a hozzám hasonló, már nem igazán fiatal emberek kimenjenek el, hanem hogy ott legyenek a tizenévesek is, és hogy nézzék, és nyitott szemmel nézzék az előadásokat. Hát most rögtön oda dobhatnám a labdát a menedzser úrnak, hogy ez az ő dolga, hogy ezt intézze. Nem, oké, de ugye, ha olyan, tehát hogy olyan, mondhatom azt is, hogy olyan darabokat kell is úgy bemutatni, hogy azért el is jöjjenek a gyerekek. Ja, azt gondolom, hogy ezért dobtam vissza a labdát. Akkor a labdát elkaptam, ugye a kérdésed második felében van a megoldás, hogy úgy kell játszani. Tehát, hogy ezek nagyon mély emberi tragédiákról szólnak, minden holokauszt témájú előadást. Ezt nagyon finoman, nagyon nagy empatikus beleérző készséggel kell, picit már elnézni, így fogalmazok, egyszerre kell zsidó szemmel, és egyszerre kell nem zsidó szemmel is nézni, mert hiszen ez minden embernek szól, ezek a holokauszt monodrámák. Egyébként meg előbb lányos zavaromba elfelejtettem mondani, hogy van egy az állam által támogatott projektünk, aminek az a címe, hogy Vagonnaplók, dokumentum dráma, méltatlanul elfeledett Mohácsi Jenőről szól. Jelentem tisztelettel, én... Igen, de nagyon sokan nem ismerik, és ennek a előkészületei, illetve próbái folynak most a Fészek Művészklubban. Nagyon nehezet fog tőletek kérdezni. Többször is ha olvastam olyan megjegyzéseket, akár Köves Slómótól, akár a Neológ Rabbiktól is, hogy elviszik a gyerekeket bármifajta holokauszt megemlékezésre, tizenéves gyerekeket, legyenek azok zsidók, nem zsidók. És a gyerekek ott vannak, de közben megy a telefonnyomkodás, mondhatjuk azt is, hogy nevetgérés, csevegés, fecsegés. Az a kérdés, hogy baj, ez baj-e, hogy így történik, és hogy mennyire kell például kokáját ti szerintetek művészként, kulturális menedzserként átalakítani a holokauszt megemlékezéseket abból a szempontból, hogy a tizenévesek is figyeljenek oda. Én úgy látom, hogy egyrészt ez egy korszellem, hogy a mai fiatalok ugye bele vannak szerelmesedve ezekbe a technikai eszközökbe. Baj? Ez így van. Az, hogy baj, nem tudom, megvan a pozitív és a negatív hozadék. A másik az, hogy valljuk be őszintén, hogy az ilyen jellegű, de szerintem a keresztény megemlékezésekre is igaz, hát maradjunk annyiban, hogy dögunalmasak. Tehát egy mai fiatal korosztályt, amelyiknek a információ felvétel sebessége borzasztóan gyors. Azokat nem lehet unalmas, esetleg a mi korosztályunknak megfelelő liturgikus lassúsággal lekötni. Tehát őket vagy az első 5 vagy 8 percben megfogom, és akkor odafigyelnek, leteszik a telefont, sőt rászólnak a másikra, hogy maradjon csöndben, mert figyelni szeretnének, vagy pedig próbáljuk nekik ezt a régi, avittos liturgiákat, meg megemlékezéseket, amik maximum az idős korosztálynak egyfajta megszokás, de a fiatal generációkhoz azt gondolom, hogy másképp kell hozzáállni. Én még annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy mi azt szoktuk mondani, hogyha valaki nem úgy megy ki az előadásról, mint ahogy bejött, az már nálunk több mint fél siker, és hát én is vagyok maga a tanúja annak, hogy számtalanszor ugye több mint 50 ezeren vagy 60 ezeren láttak az elmúlt 18 évben többek között ezt a Kisanyapokolban holokauszt monodrámát, és tényleg számtalan olyan eset volt, hogy bejöttek a gyerekek, fiatalok, hiszen itt 14 éves kortól ajánlott, hiszen ugye akit megtestesít a színésznő, 15 éves volt annó Sárdi Mária. És az elején még nyomkodták a telefont, röhögcsiltek, és a végén, vagy már az elején szinte már síri csend volt, és az előadás végén teljes döbbenet volt.
Tehát az előadás módja, ahogy a rendező úr is mondja, teljesen átformálja az embert, és átszellemül, és ahogy mondjuk az elmúlt néhány héttel ezelőtt volt ugye Pészák, a zsidó húsvét, ahogy megüljük a szédereset, és magunkat bele kell képzelnünk, hogy mintha ott lettünk volna, itt a darabban is, itt az ember úgy kell odaülnie és átérezni, mintha ő maga is szerves része lett volna ennek a tragédiának. Hát csak azt tudom nektek mondani, mindkettőtöknek, hogy még nagyon sok erőt kívánok, hogy a Kazán István Kamaraszínház ezt a küldetését tudja teljesíteni még sok-sok-sok időn át. És ami a legfontosabb, május 16-án a Nemzeti Színházban el lehet menni megnézni ezt a darabot. Színházban menni mindig jó, azért szögezzük le. És azt kívánom még nektek, hogy a fiatalokat meg tudjátok szólítani, mert baromi nehéz, már bocsánat a kifejezésért, de ha sikerül, akkor minden sikerül. Köszönöm, hogy itt voltatok, és tényleg további sok sikert nektek. Köszönjük. Köszönjük, és mindenkit várunk az előadásra, és a www.kazánistvánkamaraszínház.hu-n is részletes leírást tekinthetnek meg a kedves nézők. Minden darabról. Minden darabról. Köszönöm. Thank you.